Március 15-e apropóján három kollégánk is kitüntetést kapott azok közül, akik rendszeresen beszámolnak akkor, amikor az Eto házatáján történik valami. A város elismerését kapta, és Szigeti Attila emlékérmet vehetett át Szejsz Tibor. A Kisalföld sportújságírója nélkül ritkán kezdődik el bajnoki mérkőzés. Minőségi újságírásért elismerést alapított az EON, az idei díjazott Kárpás Zsolt az Oxigén Média munkatársa, aki elsősorban rádiós műsorvezetőként tájékoztatja rendszeresen a hallgatókat arról, hogy mi is történik a csapattal kapcsolatban. A Média 2003 alapítvány életműdíját egy legendás rádióriporter kapta. Takács Árpád évtizedeken keresztül a Magyar Rádió körkapcsolásában számolt be arról, hogy hogyan is áll az Eto meccs, és tőle származik az a kifejezés is, hogy a játék sava borsa, a gól. Ez a szolgálat, amit tehettem, ez kamatozott, és megosztanám másokkal is, mert sokak még érdemesek lennének erre a kitüntetésre. De jól esik, és most örömmel viszem haza a családnak. Mindannyiuknak gratulálunk!